vasárnap is remekül indult, hiszen a Bágyi Balázs New Quartet és a nagyszerű énekesnő Pocsai Kriszta olyan közönségvonzó csapat, akik a világ bármely színpadán halmozhatják az ovációt. Úgy kezdtük el, hogy a Balázsnak a saját műsora volt, a Shakespeare műsor volt, amit együtt kezdtünk el csinálni, és együtt keresgélni a szövegeket. Szóval kicsit jobban megismertük egymást, nagyon sokat gondolkoztunk együtt, nagyon sokat beszélgettünk együtt, úgyhogy egy picit így szorosabbra fonódott a kapcsolatunk az utóbbi mondjuk 5 évben talán. Úgyhogy tartalmasabb lett, ezt is mondhatnám, és azóta nyilván elég sokat muzsikálunk együtt. Pocsai Krisztától már megszokhattuk, hogy énektudásával egy egészen más dimenziót képvisel. 2 évtizedes barátságok Balázzsal pedig valamiféle eleve elrendelés a különleges hangzásra. Ha csak a New Quartettel játszunk, akkor a saját szerzői zenémet játszuk, amik nyilván azok mindig megújulnak, tehát mindig írok új darabokat évről évre. Ha Krisztával vagyunk, akkor meg inkább az örökzöldeken dolgozunk. Picit változtatunk, egy-két harmonizálás, egy-két pikpak bekerül, de jól felismerhetőek azok a standardek. Korábban volt egy Tribute to Ella című anyagunk, és most pedig az idéntől elkezdtük a Jerome Kern nevű híres zeneszerzőnek a darabjait játszani. Az est úgy folytatódott, ahogy azt a valódira és hitelesre kiéhezett közönség várta, Birta Miki triója azt hozta, amire a legmagasabb szintet képviselő évtizedes múlt kötelez, Csodát trióban. Olyanokon szoktam gondolkodni, hogy hiteles az, amit csinálok, hogy önmagamat adom-e, azok a zenék, amiket színpadra viszek, azokkal teljes mértékben tudok-e azonosulni. Azt hiszem, hogy ez az a motivum, ami évtizedeken keresztül mindig ugyanaz volt, és ahogy telik az idő, úgy érzem, hogy mindig egy picit talán közelebb kerülök. Szerintem elérni sose fogom, de mindig ez a cél. A ma esti zárónapon 17 órától a Haas Eszter Quartett, az Equinox, majd a fesztivál felütéseként a Vörös Janka New Series, és végül a Vörös Tamás projekt lép a Fekete egy szárazréti közösségi ház színpadára.